103 szőlő és gyümölcstermelő gazda kapott vissza nem térítendő támogatást jégvédelmi rendszerek képítésére. A befektetés összértéke 170 millió dinár volt a gazdák önrészével együtt. Ebből a tartományi titkárság része 85 millió dinár volt. A kispiaci Baka Teréz és családja gyümölcstermesztéssel foglalkozik nagyjából 10 hektáron. Emellett konyhakerti veteményeket is termesztenek fóliasátrakban. 5 hektárnyi terület jégvédelmére pályáztak. Befektetésük 40%-át térítette vissza a tartomány mezőgazdasági titkárság 20 ezer euró értékben. Nagyon fontos a jégvédelmi háló, mert hogyha jég jön, akkor elveri a gyümölcsöt, és akkor tehát nem tudjuk értékesíteni. A királyhalmi Mészáros Gábor szerint állandó befektetések nélkül ma már elképzelhetetlen a gyümölcstermelés. Alma ültetvényeinek nagy része már most jégvédelmi hálók alatt van. Ezúttal másfél hektár almás jéghálóval való lefedésére pályázott, amelynek értéke 1 millió 900 ezer dinár. Nagyban hozzájárul ez a beruházás, hogy minőségesebb terméket tudjunk előállítani az ültetvényben. Ez egy hatalmas segítség a tartományi kormánytól. A piaci versenyben csak az első osztályú termékekkel lehet érvényesülni, ezért van szükség az ilyen fejlesztésekre, emelte ki Ótot Róbert, tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes. Folyamatban vannak a Vajdaság területén a jégvédelmi rendszereknek az automatizálása. Tudnunk kell azt, hogy az újvidéki radarközpont az ezekben a hónapokban befejeződik, és a számosi és a bajsai radar központnak a fejlesztése is a következő 2-3 évben meg fog valósulni. A tartományi kormány a jövőben is szeretne minél nagyobb támogatásokat biztosítani a vajdasági gazdáknak a mezőgazdasági termelés minden szegmensében, mondta Csedomir Bózsic, tartományi mezőgazdasági titkár. Danas imamo priliku da uručimo ugovore koji se odnose na konkurs za protivgradnu zaštitu, odnosno za nabavku opreme za protivgradnu zaštitu i elemenata za podizanje novih zasada, vinove loze, voća i hmelja. A pályázók két lehetőség közül választhattak. Utófinanszírozást igényelhettek, de előszámlával is lehetett pályázni. Akik így tettek, a szerződés aláírását követően tudják megvásárolni a felszerelést.